Jaj. El vagyok fáradva. Futottam. Jaj, bocsánat. Igen, két medve. Vagy hogy van? Hogy van? Igen, az egyik futva, a másik medve. Most kivételesen én voltam a futva, nem a medve, majdnem pedig. De nyugodtan. Picit lentebb vennétek, mert nagyon hangos. Köszi, így jobb, egy fokkal. Na, nem akartam megzavarni a jó kis beszélgetéseteket. De úgyis az első kérdésem úgyis az lett volna a prezentációban, hogy vagy. És pont ezt, ugye szerettem, hogy körbeüljünk. Na, szerintem, hogyha nem gond, akkor lehet, hogy elkezdenénk így a dolgokat. Ki van benne a kis körünkben? Én voltam ma, aki mondtam, hogy 6-kor kezdjük el pontosan, nehogy valami gond legyen. És hát Dáviddal nem tudom már mióta fél órája ilyen online-ban vagyunk, hogy merre jöjjek, mert olyan dugó volt, nem tudom ki ez kocsival, hogy láttátok-e, de amerre én jöttem, arra borzasztó volt, na mindegy. No, szerintem akkor vágjunk bele a mai napba, jó? Mit szóltok hozzá? És hogy vagytok? Ki hogy van? Ő! Igen, jól vagy? Jól vagy? Nem annyira? Zsombi, nem vagy jól? Ja, én is jól vagyok. Most már ide értem. Képzeljétek el, hogy egy hete pont a keddi ifinek a kis testvérében voltam, Miskolcon. És pont Dáviddal írtunk, amikor mondtam neki, hogy elkezdtem mozogni. Elkezdtem úszni. Ezt mondtam a múltkor nektek, vagy nem mondtam? Vagy valamelyest mondtam. És akkor képzeljétek el, hogy ráadtam még. Az elsőnél másfél óránál egy picit kevesebbet úsztam, aztán a másodiknál már többet, mint másfél órát. Az hétfő volt, és kedden vittek be a kórházba. Igen, igen. Úgyhogy a keddi ifi Miskolcon az úgy zajlott, hogy 150, 160, 170 és 185-ös vérnyomásnál mondták, hogy akkor gyerünk be a kórházba. Na úgyhogy, ha véletlenül rosszul lennék itt, akkor lehet nyilván próbálkozni újraélesztéssel is, de szerintem egyszerűbb, hogyha mentőt hívtok. De nem hiszem, azért remélem nem lesz ilyen probléma. No, szóval akkor remélem ti is jól vagytok, mindannyian. Na, a mai napot én úgy terveztem, az a címünk, ez a címünk, hogy dilemma. Mit jelent az, hogy dilemma? Magyarra fordítva. Ilyen döntéssel összefüggő gondolkodás, belemélyedés, hogy döntsünk, ne döntsünk, hogy döntsünk. De a dilemma az nem csak ma, hanem holnap-holnap után is így van általában. Na és akkor ma azt terveztem, hogy erről a döntés témáról beszélgetnénk, illetve még azt is elkövettem ellenetek, hogy kinél van toll, kinél nincs toll. Kinél nincs? 1, 2, 3. Kinél van 2 toll? Szuper. Akkor meg ceruza, vagy valami. Jó, na, ezt is majd meg tudjuk oldani. Nem kell most még azonnal, de majd lesz egy olyan rész is, amikor fogunk majd még írni is. Azt szeretném, hogy ma ilyen rendkívül gyakorlatiasak legyünk, és szeretném, hogyha most sokat beszélgetnénk. Most kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor végigbeszélgetünk, jó? A nagy részt inkább kérdések lesznek föltéve, és hogy arról beszélgessünk. És szeretném, hogy nem csak ilyen kis csoportba tennénk, hanem megtennénk ezt így együtt is. No, tehát akkor, hogy vagy? Ez volt az első kérdés. Szia, Dávid! No, tehát, hogy ez volt az első kérdés. Van-e még, akit esetleg a múlt héten kórházba vittek? Nincsen. Ajjajjaj, olyan magányosnak érzem magam. Egyébként, kezdek egyébként jónak értékeli a hetét. Szuper, szuper. Többiek rossznak? Vagy csak átlagos? Ki az, aki kifejezetten rossznak értékeli? Jaj, volt valami baj? Ja, értem, értem. Nehogy sírás legyen belőle. Dilemma. Ez már dilemma, hogy egyáltalán merjünk-e válaszolni. No, lenne kedvetek akkor most beszélgetni? Így is. Tehát nem csak is körben, így is. Kipróbáljuk, mennyire tudunk mi beszélgetni. No, először is a dilemmával, illetve magával a döntéssel kapcsolatban szeretnék felidézni nektek valamit.
Először is egy hangot adnék ki, hogy nem tudom, ki az, aki emlékszik a hang kapcsán, akkor azt mondjuk, hogy püf! Emlékszik valaki, hogy ez mit jelent? Na, mondd már el akkor, Zsombi, mi ez a püf? Igen, igen. És azt miért ütöttük az Angry Birds-öket? Igen, ne fészkeljenek a fejünkre, igen. Tehát emlékeztetésképpen azt beszéltük, hogy meg kell tanulni odasózni. És azért tanulunk meg odasózni, és azt mondtuk, hogy legjobb ütő nem a baseball ütő, a cricket ütő, az jó lapos. Jó lapos cricket ütővel, aztán annak oda lehet ütni. Tehát akkor jönnek a madarak, akkor azt mondjuk nekik, hogy püf, és akkor elrepülnek. És akkor ennek kapcsán mi is volt az akarásunk, tehát miért beszéltünk erről? Mi volt ez a madár dolog? Honnan, emlékeztek még egyáltalán, honnan vettük elő ezt a madár dolgot? Luther bácsi mondta, és mit mondott? Na, hogy mondta? Emlékeztek? Ki az, aki tudja, hogy mit mondott ez a Luther bácsi? Hogy a madár, meg fej, meg fészek... Megvan? Mert említetted a fészket. Nem? Nincs meg? Igen. Tehát repkedek a madarak, elmegy felöttünk egy madár, és akkor az ennyi. De hogyha az a madár fészket rak a fejünkre, akkor ott már gond lehet. Ha az egy jó madár, már hogy egy pozitív gondolat, akkor nyilván fészket kell, hogy rakjon a fejünkre, de hogyha az nem, akkor nem. Kettő dolgot hagyd mondjak ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy talán azt is említettem, hogy odagurult hozzám egyszer egy ilyen evangélikus teológián végzett fiú, azt említettem, nem? Mondtam? Na mindegy, tehát ő mondta, azért gurult, mert kerekesszékes volt, és mondta, hogy a evangélikus teológián végzett, és akkor mondta, hogy ez pontosan nem úgy van, mert hogy ő ugye közvetlenül Luther leszármazottaitól tanult, és hogy az úgy van, hogy azt nem tudod megakadályozni, hogy elrepüljön, de ezt meg tudod akadályozni, hogy fészket, vagy miből, szóval, na, hogy mondjam ezt itt, veszitek, ugye? Akkor sem mondom, ha nem vennétek. Tehát, hogy a madár oda csináljon, és abból legyen fészek. Állítólag ez így volt eredetileg. Rá kell, hogy hagyatkozzak, hiszen ő közelebb van a tűzhöz. Na, a lényeg az, hogy nyilván akkor ez mire utal? A gondolatokra utal, ugye? Tehát jönnek gondolatok, és a gondolatok nem kéne, hogy fészket rakjanak a fejünkre. És ami konkrét példát hagyd mondjak, a Mielec Gábornak van egy nagyszerű könyve, azt hiszem ott olvastam nála, a Lélek Ápolás című könyvébe, úgyhogy ez most gyorsan egy reklám is lenne. És abban, ha jól emlékszem, ott olvastam, hogy volt egy nő, akinek volt egy kisgyereke, és köhögött. Kinek van itt köztünk gyereke? Kettő, biztosan tudom, három. Úgyhogy mi hárman fogjuk ezt jobban érteni. De szerintem ezt mindenki megértheti, hogy a gyerekek egy idő után, mondjátok ti, a gyerekek egy idő után, igen, felnőnek, csak amikor már túlzásba viszik a dolgokat, néha idegesítővé válik egy szülő számára, és látjuk, hogy nagyon-nagyon tagadnak az anyukák. Nyilván az apukáknak már egyébként se idegesítő, mert mindig az anyukákkal vannak, de ez nem igaz. No, a lényeg az, hogy volt egy anyuka, akinek valami, nem tudom a részleteket, lehet, hogy nem is volt odaírva, egy a lényeg, csak én, hogy így képzelem, biztos felidegesítette már valamelyest a gyerek, de azt írja, ha jól emlékszem, hogy egyéb más problémái is voltak, és egyszer csak köhögött már nagyon a gyerek. Köhög, idegesítő volt már, hogy folyamatosan köhög. És azt jutott eszébe, hogy folytsd meg Isten, ne kínozd. Jó, mi? Egy pár arc így lehűlt. Folytsd meg Isten, ne kínozd. De most úgy megijedt ettől a gondolattól, hogy azt mondta, hogy milyen anya vagyok én, hogy ilyenek jutnak eszembe. Folytsd meg Isten, ne kínozd. És amikor megrémült a gondolattól, akkor egyre tovább forszírozta magában, hogy de hát, egyáltalán szabad nekem ezzel a gyerekkel foglalkoznom, mert mi van, hogyha kárt okozok neki, és mi lesz, hogyha valami baj lesz, és a végén már nem mert vele egy szobában maradni, nyilván hosszú idő után, mert annyira túráztatta magát, nem mert vele egy szobában maradni, főleg a konyhában nem, mert félt, hogy ahol ott a kés, nehogy valahogy megölje a gyerekét. Mit kellett volna csinálni? Ez itt a folytsd meg Isten, ne kínozd madár.
Van olyan, amikor hülyeségek jutnak az eszünkbe? Nem? Neked nem? Van olyan, amikor hülyeségek jutnak az eszünkbe. Vannak olyan dolgok, ami nem kifejezetten mi gondolatunk. Tehát ha tegnap nézett valaki köztünk egy filmet, vagy hallgatott valami zenét, minden, ami a zenében volt, minden, amit a filmben láttunk, azok itt pörögnek az agyunkban. És az, hogy beugranak egy-egy kép, vagy egy-egy mondat, attól még nekem nem kell attól megrémülnöm. Amikor jön egy-egy gondolat, vagy egy-egy kép, akkor mi a dolgom? Az, hogy egyeztessem a saját gondolatommal, az én értékrendemmel, hogy azzal egyet tudok keresztülni. Ha nem, ha jön egy ilyen gondolat, hogy fogsd meg Isten, ne kínoszd, akkor mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy üff! És nem gondolok többet erre, és tisztában leszek azzal, hogy nyilván ez valami megveszekedett fáradtságnak a következménye, hogy ilyen elmebeteg, buta, ostoba gondolat jutott az eszembe. Nyilván én nem vagyok gyilkos, anya vagyok, nem kell nekem ezzel foglalkoznom. És ő pedig ezt addig túráztatta tovább, hogy tönkrement majdnem a gyerekével való kapcsolata. No, tehát én most szeretném kérdezni, és akkor mostantól beszélgessünk, illetve hát majd így folyamatosan beszélgetünk, hogy nektek, tehát közületek, mert ugye én ezt többször elmondtam már, ezt a dolgot, ezt a madaras dolgot, hogy közületek ki az, aki gyakorolja ezt. Tehát ki az, aki, most nyilván nem a püf, tehát nem az kell, hogy mész a metron, csak egyszer csak hallják ott, hogy püf! De ennek mi baja van? Kedévire jár! Na, szóval nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy ki az, aki közületek gyakorolja azt, hogy a gondolatait kontrollálja. No, meséljetek már erről. Ki az, aki erről mesélne? Hogyan és milyen tapasztalataitok vannak? Na, meséljetek. Milyen gondolatokat kellett idáig kontrollálni? Meséljetek. Akkor a finomabbakat, amit el lehet mondani. Egyik sem finom, értem. Aha, igen. Ó, nem, hát nyilván fáradtság, minden tényező, nyilván a gondolatnak az íze, hogy az most mivel függ össze, éppen csak a valami teendő, vagy éppen valami nagyon érzelmi dolog, tehát nyilván teljesen más lehet egyik-másik gondolat. Az egyik nagyobb erővel jön, a másik kisebb erővel, tehát nem igaz, hogy minden madár egyforma. Vannak nagyobb, pufibb madarak, vannak kisebbek. Láttuk, tudjuk, hogy az Angry Birds-ben is különböző madarak vannak. No, tehát akkor, na, mondjuk, beszéljünk tovább, meséljetek még, jó? Én most úgy, egyébként azt gondoltam, hogy leülök ide, és akkor csak beszélgetünk. De azért nem ülök le, mert most olyan feszült vagyok ebben a nagy forgalom miatt, hogy nem bírnék egy helyben ülni, úgyhogy most itt föl alá mászkálok, addig, amíg beszélgetünk. No, tehát akkor meséljetek, milyen gondolatok? Ki az, aki mondaná, hogy milyen gondolatokra kell neki nemet mondani? Igen? 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 Nem érzi? Nem érzi. Ezekre buksz. Ezekre... Értem. Tehát van olyan, hogy jön a nagy duci piros, és akkor azt kell jól meglapogatni. Értem. És akkor ki az, aki még tovább mesélne, hogy ki az? Igen? Tessék. Ja, most értettem meg, mi ez a jó kép. Igen, és aztán rettentően mérgések voltunk, mind a ketten más, semmit nem mondtunk, csak így ez a figyelj. És aztán egy nap volt, tehát így most ma délután tudtunk újra megint így normális a szobák, mert igazából tudtuk, mi szeretjük egymást. Aha. Egyszerűen idő volt, hogy elhesegettük azt, hogy most emiatt úgy mérgések, nem. Aha. De sé, hogy? Ja, aha. Tehát akkor az van, hogy feszültek voltatok, mérgesek voltatok, jöttek a madarak, hogy dögölj meg a barátnőd, ő neki meg, hogy te dögölj meg, kb. És nem engedtetek ennek a gondolatnak helyet, vagy engedtetek? Igazából nem tudom, mert nem az, hogy próbáltam
Aha. Ezt most nekem mondod? Értem. Hallja mindenki? Csak hogy nem tudja kifejezni a gondolatait. Azt mondja, igen? Ezt kivágjuk, ezt a részt. Aha, ez nagyon. Értem. Tegnap olvastam Lackfi Jánostól egy verset. Ismeritek a Lackfi Jánost, vagy nem? Várjátok, lehet, hogy elő is olvasom. Nem tudom, még megvan-e valahol. Ezzel kapcsolatban érdekes, ami... Ott egy anyuka és a lánya hasonló sztoriát írja le. Következőképpen hangzik. Megnézem, hogy megvan-e még valahol nekem. Lehet, hogy nincs is meg, bocsánat. Ja, de megvan, figyeljetek. Ki ismeri Lackfi Jánost? Nem annyira sokan? Na, figyeljetek, megpróbálom felolvasni. Következőképpen hangzik. Az a cím, hogy Dühöngő. És egy anya mondja, most egy anya beszél, és a tinédzser lányával kapcsolatos a vers. Becsapja az ajtót, duzzog mögötte hosszan, tudja, hogy nem látom, mégis nagyon jól látom, mint a üvegből lenne az a rozzant ajtó. Előttem van testtartás, az ágyon punnyad összeroskadva, gúlát rakott kamasz csontjaiból, már csak alá kell gyújtani, párnát szorít a hasához, mint a terhes lenne, tudom, hogy velem terhes. Engem kell megszülnie. Aki szültem, hát majd kivárom a vajudást. Van a konyhában, fürdőszobában dolgom bőven, részben ő miatta, aki tizen éve minden áldott nap meg kell szüljön engem, akit tizen éve minden áldott nap meg kell szülnöm újra. Mikor az átkozott ajtó nagy nehezen megnyílik végre, nála a lemez még mindig ugyanott van elakadva. Pedig a téma már akkor is csak ürügy volt, amikor bement, belé kapaszkodik, mint nadrág szárba a tacskó, próbálgatja az ellenállást, pedig csak tessék, lássék, szólok közbe-közbe, legyen valami, dühöngje ki magát, jót tesz az egészségének, ez is ugyanúgy hozzátartozik, mint a második ajtócsapódás. Torkig vagyok már. Nem elég, hogy főzök, mosok, vasalok a nagyságos asszonyra, nem elég, hogy viselem a rigójáit, még ezek az ajtócsapkodások is. Egy szép napon arra jön majd haza, hogy leszereltetem az egészet, nagy önállósága jelképét. Letesszük a konténer mellé, vigye, aki erre vágyik. Kíváncsi vagyok, attól fog a... Mit vagdosna vajon? Labdát a falhoz, könyvet a földhöz? Persze, hogy megbocsátok. Ölelem át. Ne lássa, hogy a szemem telefutott könnyel. Érzelmes öreg lány. Tényleg miféle jelentősége van ilyenkor a vitának, ajtónak, csapkodásnak? Hiszen a testünk épp oly szorosan tapad most egymáshoz, mint mikor ringattam, mint mikor őt vártam. Leválhat végle rólam, megszültük egymást. Csak az a kajla kilincsű zsanérjain elferdült ajtó néz ki egyre gyalázatosabban. Ez jó, nem? Miről szól? Arról, hogy a szülők néha kicsit idegesek ránk, már hogy a fiatalokra, vagy fordítva a fiatalok meg a szülőkre. Tehát a gondolatainkat helyén kell tartanunk itt is. Mik vannak még? Meséljetek. Meséljetek, milyen gondolatokat kell még kontrollálni. Milyen gondolatok szoktak még agyoncsapni minket? Vagy akarnak agyoncsapni minket? Mondok példát, amíg gondolkodtok. A legutóbb, amikor úsztam, most már mondták, hogy óvatosabban ússzak. Úgyhogy az történt, hogy minden, ahogy lent voltam a víz alatt, ugye úgy úszok, tudjátok, hogy így föl le így a szemüveggel, és amikor lent voltam a víz alatt, csend volt, és mindig hallottam a gondolatot, nehogy már csak egy órát. Hát bírod még, és tényleg bírtam volna. Másfél óra után is még éreztem, hogy bármeddig bírnám.
És jött a gondolat, hogy nehogy már csak egy órát. Ilyen gondolatok, hogy de hát ez nem fog jelenteni semmit. 124 kiló vagyok, képzeljétek el. És jött a gondolat, hogy neked le kell fogyni, most már itt az idő. Érdekességképpen hogy mondjam, hogy neki futottam először a táplálkozási dolgoknak az egészségemhez kapcsolódóan. Tönkrement bele, mindegy, hosszú, abba kellett hagynom. Másképp kellett neki futnom, aztán elkezdtem mozogni, kiugrott a lábam háromszor a helyéről, mert ugye tudjátok, a friss műtét miatt csúszott fel ez a sok súly, vagy nem tudom, tudjátok, mind a két lábamot műtötték. És azóta jött föl ez a plusz kiló. Kiugrott a helyéről, mert az a szalagot vacakolt. Újra nekifutottam. Aztán újra nekifutottam mindenféle dologgal, most az úszással. És jön a gondolat, hogy csinálni. Mi lett belőle? Kórház. És milyen gondolatnak kellett ellenállnom? Pont fordítva, hogy ne csináld. Most már, illetve most azt mondta, hogy csináljam, én meg mondtam, hogy nem. Most nemet kell mondjak. Mondjatok már ti is példákat. Milyen gondolatnak kell nemet mondanatok? Azt kell, hogy higgyem, hogy nem szoktatok nemet mondani a gondolatoknak. Ha nem mondjátok, igen? Ó, sejtettem én, hogy ez a téma lesz. Ugye mind gondolkodik leggyakrabban egy nő? Emlékeztek még? A vásárláson egy nap 91-szer jut eszébe a vásárlás. A férfiaknak pedig a leggyakoribb gondolata nyilván, dehogy az autó, Melinda. Na, és férfinak mi a leggyakoribb gondolata? Nem, az a második. Hát nyilván a nő, és azon belül is a szexualitás. Tehát az első gondolata az a szexualitás, a második az evés, a harmadik meg az alvás. És a férfiaknak ugye erre kell tenni pontot, ugye? Ezekre. Tehát amikor jön az a nagy piros, vagy hogy mondtad, az a nagy piros madár. No, de beszéljünk, meséljetek. Igen, na, halljuk. Aha. Így kérdeztem azt, hogy ez hogy lehet, hogy ő nyilvánvalóan rosszul csinálta, és ő több pontot kap, mint én. És én mondja, hogy nekem semmi közöm nincsen másik ember ZH-jához. Akkor már így ment fel. Jó, igen, jogos, ez jogos lenne. Csak utána kérdezem tőle, hogy jó, akkor így láthatnám a javító kulcsot. És mondja, nem, az olyan nincs. És akkor mi alapján javítanak? És mondja, hogy az a javító tanár fejében van. És akkor már még jobban ment fel bennem a pumpa, és látom még egy kérdést, megint így tökéletesen leírtam. Utána hazamentem, és ezek teljesen ugyanígy voltak benne az előadás jegyzetben, amiket én leírtam, és nulla pontokat kaptam rá. És így annyira mérges voltam már, és így tudtam, hogy nem csinálhatok semmit sem, mert így nem lesz értelme. Aztán csak kimentem, és így legyen szép napja, és kimentem. És így ez nagyon akkora ilyen önuralom kellett ahhoz, hogy én most ott ne kezdjek el így, nem tudom így, tudom így beszólni neki, mert tudtam, hogy 3 évvel vagy idősebb nálam, és így miért kell úgy viselkedjen, mint hogyha itt vagy már 50 éve, meg ilyen... Ez nagyon nagy önuralom kellett ez, hogy ezt így
Aha. Tudjam tenni. Oké, köszönöm. Vagy inkább oda viszem én. Ó, de a fiúk azt akarják, hogy hallja mindenki, és joggal. Köszönöm. Még mielőtt elkezdenéd, ugye azt mondtad, hogy nagy önuralom kellett hozzá, de ezt hogy lehet csinálni? Nyilván, most azt mondom, mire nem gondolunk, de akkor mire gondolunk? Mire gondoltál közben? Bocs. De mire gondoltál közben? Mondtad egyébként csak, hogy ez legyen már kerek. Azt mondtad, hogy... Hát tudtam, hogy nem tehetek semmit sem. Aha. És hogy ezzel csak lehet, hogy rosszabbat tennék. Mindenkinek, nem? Igen. Magadnak is, neki is. Ezt hogy volt egyszer egy olyan előadásunk, amikor a veszteségkezelésről beszéltünk, és a veszteségkezelésnek az első lépése az elfogadás. Ez nem egyenlő a beletörődéssel, hanem ez az érettségnek az állapota. Az érett ember tudja, hogy mi az, amin van értelme, neki menni a fejjel a falnak, és mi aminek nincsen. Tehát amikor odasóztál madárnak, közben pedig abban a gondolatba kapaszkodtál, hogy tudtad, hogy minek van értelme, és minek nem, és a hosszú távú célt tűzted ki magad elé. Köszönöm, köszi. No? Nekem ebből a gondolatból jutott eszembe az én munkámra való rátekintés, hogy én nagyon sokat beszélek napközben telefonon. De azt is mondd már, hogy kikkel. Gondolom fúvar, ugye? Igen. A megbízóimmal, ugye? Kitől kapom a munkát. És van egy-egy cég, hogy mondjuk jön egy-egy fiatal, most kezd bele a szakmába, és akkor... De nyilván én tőle kapom a munkát, és a hülyeséget mond, de tényleg nagy-nagy baromságot. Akkor sem mondhatok neki vissza, mert ugye én neki dolgozom. Úgyhogy az a baj, hogy én a gondolataimat nem tartom magamban mindig, mikor egyedül vagyok az irodában. Elment a hang. Nem tudom. Aha. Úgyhogy én nem tartom mindig magamban a gondolatot, de szerencsére másnak nem hallja. Tehát akkor te kimondod a gondolatokat? Igaz, hogy csak a négy fal hallja, de kimondtam. Ezzel kapcsolatban azért beszélgessünk egy picit. Mert hogy ugye most azt mondtuk, hogy a madárnak odasózunk. Te azzal a madárral most mit csinálsz? Aha, lehet, hogy éppen táplálod. Na, mikor elfolytás, és mikor nem? Mit gondoltak? Igen? Nem működik a mikrofon. Valami nagyon zúg. Tehát fontos, hogy ne maradjon bennünk, ugye? Mert hogyha bennünk marad, akkor az ultragáz. Egyszer robbanni fog. De. Arra emlékeztek még a két farkasra, amit egyszer kivetítettem? Beszéltünk arról, lehet, hogy nem is volt itt mindenki, úgyhogy elmondom még egyszer, a kis indián kisfiú felébred álomból, és megy a törzsfőnökhöz, aki a nagyapja. És én zúgok. Zúg az éjmadár, vagy éjbogár, éjmadár, neki megy a falnak. Hoho. Ja, nem jó, mert ebbe beszélek mindegy. Na, tehát, két farkast, tehát oda megy a nagypapához, és azt mondja, hogy nagypapa, két farkasról álmodtam. Megvan ez a történet valakinek? Tehát, hogy nem is mondtam, mindegy. Két farkasról álmodtam, nagypapa. Az egyik farkas volt a gyűlölet, a legagresszívabb állat, amit csak láttam, a kegyetlenség és nem tudom micsoda. A másik farkas pedig volt a szeretet, a gyengétség, a jóság, és így tovább, és ezek álmomban összecsaptak. És kezdett nagypapa, pont akkor ébredtem föl, amikor győzött volna az egyik.
És nagypapa, mivel te vagy a törzsfőnök, és tudom, hogy te nagyon okos vagy, ezért szeretném megkérdezni, mondd meg nekem, mert belepusztulok, ha nem tudom meg, hogy ki fog győzni. Na és megvan valakinek, emlékszik mi? Amelyiket eteted, kisfiam, az fog győzni, amelyiket eteted. Amelyik gondolatot eteted, abból lesz a madár a fejünkön. És azt mondta egyszer egy hölgy, amikor az első munkahelyem ilyen kenyérgyárba jártam ki, ilyen számítógép mellé, 18 éves voltam, néha ott voltam hajnalban is, és volt ott egy művezető nő. És a művezető nő egy ilyen 51-néhány éves nő volt, a feje is már, tudjuk, hogy idő után az embereknek az arca olyan lesz, mint amilyen a jelleme. Van, akinek ilyen nagyon kemény, kegyetlen, van, aki nagyon, ilyen na mindegy, lehet látni az emberek arcán, hogy kedves, mosolygós volt-e az élete, vagy nem. Oké, most jó, köszi. Na és akkor képzeljétek el, hogy döngött a ház a visításától annak a nőnek, mert mindig, ha valaki valami rosszat csinált, akkor elkezdett ordítani. És mindig ugyanazt mondta utána, na legalább nekem nem lesz szívinfarktusom, mert kiadom magamból. Mit gondoltok, hogy ez jó vagy nem jó? Bólogattok, hogy nem jó, de miért nem jó? A környezetet rombolja csak? Hát egyrészt eltadja másnak, de tételezzük fel, hogy ez a nő nem ordítana mindenkire, hanem csak kimenne az udvarra, és ott ordítana. Ott mindenkivel ordított, de tételezzük föl, hogy kimegy az udvarra, és senki ne hallja, csak magában ordítja ki magából a nem tudom micsodát. Mi lesz akkor szerinted? Tehát egy idő után már nem tudja kontrollálni magát, hiszen ez a szokás olyan erőssé válik, ez a szokás beidegződik. Tehát ez a szokás egy idő, és mi a szokás? Az, hogy nekem ki kell ordítanom magamból a dühömet. És hogyha ki kell ordítanom magamból a dühömet, akkor egy idő után akkor is fogok már ordítani a dühömmel, amikor már nem akarok. Tehát mi most pont azt mondtuk, hogy a madaraknak odasózunk, és azt mondjuk, hogy mit csinálunk a madárral? Etetjük, vagy nem etetjük? Nyilván nem etetjük, tehát nem etetjük őket, és ha nem etetjük őket, akkor nyilván mi fog velük történni? Éhen fognak halni. Tehát azok a madarak, akiket nem etettünk, azok egy idő után éhen fognak halni. Tehát én nem javaslom, hogy amikor leteszed a telefont, akkor dühödet kiordíts magadból, de azt mindenképpen, hogy ne tartsd magadban, hanem mondd el valakinek. Beszéld meg valakivel, mert hogyha meg magadban tartod, akkor nyilván pont ugyanolyan rossz lesz. De más, hogy kiordítod, vagy leordítod, mint hogyha esetleg megbeszéled valakivel. Na, hát ez nagyon jó, hogy ez most szóba került. Tehát ez egy nagyon rossz hozzáállás. Ez ugye vannak különböző konfliktus kezelési módszerek, ez a legrosszabbak közé tartozik. Igen? Várják, közben azt mondták, hogy adjam oda. Nem szól, nem működik. Ha én leteszem a telefont, és kiordítom magamból, és azzal senkit nem piszkálok, viszont felhívom Melindát utána, és ugyanúgy még indulatos vagyok, és neki ordítom el a bánatom, az ugyanazt jelenti, mint hogy utána hogy azt mondom, kiordít. Hogy... Igen, de pont az a lényeg... Semmi különbség. De pont az a lényeg, hogy a kiordítás rész aznak kéne kimaradnia. Tehát, hogyha elérte a célját, elérte akkor a célját, amit nem kellett volna. Igen? De én például egy egész temperamentumos ember vagyok. Hogyha én ezt elkezdem mesélni mondjuk Zolinak rá 3 napra, ugyanazok az indulatok előjönnek bennem. De én nem ordítok, csak úgy indulatosabban, igen, vehemensebben mondom el, mert az érzések előjönnek bennem, hogy mit éreztem az a valaki iránt. Aha. De ez nem rossz. Mert igen, mert Zoli azt is írta, hogy veszekszek vele egyszer-egyszer, mikor én csak elmeséltem egy tapasztalatot, ami történt Aha.
Tehát azt kell tisztázni, hogy ugye mit akart az a madár elérni. Mert most akkor gyakorlatban játsszuk már ezt le. Mi volt a pillanat? A madár nem az ember volt, aki veled beszélt, hanem amikor beszéltél közben, mint amikor én úsztam, és mindig leértem, amikor nem láttam föl, a leértem, a csendben beszélt a fülembe valami. Mondta nekem, hogy többet úszál, többet úszál, többet úszál. Nem az úszással van a bajom, hanem azzal a hanggal. Nem az ember volt a gáz, akivel beszéltél, hanem a hang a fejben. Nem. Az ember, azt mondja a Seje János, hogy a stressz nem az, ami velünk történik, hanem a történésre adott válaszunk. És nekünk ki kell választanunk a válaszokat, mert hogyha az egyik ember, szokták mondani, az egyik ugye olyan a napon, mint a vaj, a másik meg olyan, mint a cserép, az agyag, és az egyik elfolyik, a másik megkeményedik, és nyilván mondhatnánk azt, hogy ez temperamentumtól is függ, de bármilyen temperamentumunk is van, hogyha a madár elérte azt, hogy beszélgetés közben, tehát itt vagy te, és itt az ember, és közben te már nem ráfigyelsz, hanem a madár ott mondja neked, hogy ordíts, mert ez felidegesített téged. Ez egy olyan ember, aki téged mindig felidegesít. Nézd meg, hogy milyen hülye. Ez a, körülbelül így hangzik a madár, nem? Nézd meg, hogy ez hülye. Ugye? Most bólogattál is, csak a nézők kedvéért mondom. De ez most nem lesz fönt a neten. Ugye ezt nem teszitek föl? Megbeszéltük, ezt most nem tesszük föl. De mindegy. Tehát a lényeg az, hogy akkor a madár elérte a célját. Azt mondta, hogy nézd meg, hogy ez milyen hülye, és akkor te meg ordítasz. Tehát pont az lenne a lényeg, hogy nekünk nemet kell mondani ezekre a gondolatokra, mert rossz szokásokat fognak kialakítani bennünk. Ugye azt mondják, a gondolatokból lesznek a szavak, a szavakból a tettek, tettekből a szokásokból a jellem. No, tehát már tudjuk, hogy vannak nagy, különböző, micsodák, madarak, amiknek nemet kell mondani. A düre, mert ez mind a kettő a düvel kapcsolatos témánk volt, nemet kell mondani. Az agresszív, vagy micsoda, a különböző beteg feladat centrikusságra nemet kell mondani. Sok minden van, amire nemet kell mondani. És azt kell megtanulnunk, hogy nem. Nagyon sok szülő például nem tanítja meg a gyerekének azt, hogy mit jelent, hogy nem. Vannak különböző nevelési módok, és az egyik nevelési mód, amikor az úgynevezett ilyen diszharmonikus nevelési mód, aminek például az egyik eleme az, amikor megy a Tesco-ban az anyuka, és megy mellette a kisgyerek, és a kisgyerek oda megy, és bedob egy Snickers-t a kocsiba, a toló csodába. Kosárba, igen. És akkor mondja az anyuka, hogy de hát kisfiam, mondtam, hogy nem veszünk most csokit, mert mit tudom, akármiért. Mondhatta volna az is, hogy veszünk csokit, most nem ez a lényeg, hogy eszek-e a csokit, vagy nem, de hogy mondta, hogy nem veszünk csokit. A gyerek elmegy, és visszajön 3 perc múlva, és bedob egy Twixet. És akkor már egy kicsit hisztérikus, és egyre hisztérikusabb a gyerek, és amikor az anyuka is egyre pörgeti jobban magát, mert közben a madár jön. Nem a gyerekkel van a baj, az nem a stressz az itt lesz a fejben. Az anyuka pörgeti jobban magát, egyre jobban pörgeti magát, és beszél benne a fejében a madár, hogy mit mond ilyenkor a madár? Mindegy, sok mindent mondhat. A lényeg az, hogy a gyerek már hisztériás rohamot kap, hogy de csak az a csoki, hagyja! És ilyenkor jön a, láttatok már ilyen óvszer reklámot, amikor a gyerek eldobja magát a földön, hogy látod, óvszert kellett volna használni. Ezt nem láttátok ezt a reklámot? Nagyon durva reklám, mindegy. A lényeg az, hogy az anyuka, amikor már a gyerek hisztériás rohamot kap, akkor csak annyit mondja, jó van, hagyja engem békén, megveszik azt a hülye csokidat, és meg kifizeti. És akkor a gyerek mit mond? Elértem a célomat. Igen, király vagyok. Ez a gyereknek a fejében a következő történik. Ennek a gyereknek a fejében nem alakult ki valami. Tudjátok, mi nem alakult ki? Az, hogy nem. Egy sarkos nem. Abban a pillanatban, amikor a gyereknek a fejében nem lesz egy ilyen, hogy nem, akkor később se fog tudni majd nemet mondani. Nekünk az a dolgunk, hogy megértsük azt, hogy nekünk bizonyos dolgokra nemet kell mondani. Szoktatok-e sarkos nemet mondani? Ez lenne a kérdés. Erről beszéltünk idáig. Sarkos nemeket kell mondani. Nyilván vannak dolgok, amire mondtunk nemet, van, amire nem. Hogyha megtanuljuk a fejünkben, nem szoktunk sarkos nemet mondani? Azt mondod, Kati? Nem szoktál sarkos nemet mondani? Igen? Tessék? Nincs mire? Az nagyon jó.
Mutogatják, hogy adjam oda a mikrofont. De ez ilyen két szavakat tesznek hozzá, nem tudjuk mi odaadni a mikrofon. Én nem szoktam sarkos nemeket mondani, mert igyekszem nem olyan helyzetekbe keverni magamat, ahol sarkos nemet kell mondani, és nagyon határozottan nemet. Illetve bizonyos helyzetekben meg nem vagyok elég határozott ahhoz, hogy azt mondjam, hogy igenis nem. Aha. Milyen helyzet lehet az, amikor úgy gondolod, hogy nem kerültél sarkos helyzetbe, és mégis nemet kell mondani? Például mész az utcán, és meglátsz egy cuki kis táskát. Nem akartad te, de megláttad a cuki kis táskát. Lányok, van olyan, amikor a cuki kis táskára azt gondoljuk, hogy de jó lenne egy olyan cuki kis táska. Igen. Tehát amikor ott vagyunk, és azt mondja, hogy cuki kis táska, nem a cuki kis táska, hanem a gondolat mondja közben, hogy kéne nekem egy ilyen. Meg kéne nekem ezt venni. Ti nem szoktatok a gondolataitokat kontrollálni? Most komolyan megijeszt ez. Játsszuk le akkor. Nincs pénzed, mondjuk, mi van most? iPhone, micsoda a legújabb? 10 van már. Igen. Na, tételezzük föl, hogy van ez az új iPhone X, vagy 10. Aha. Na jó, mindegy, nevezzük akkor X-nek, jó? Kijött az iPhone X. Tudod, hogy nincs pénzed, meg mennyibe kerül az iPhone X? Mennyi? 400 ezer forint? Aztán. Tehát 400 ezer forintba kerül az iPhone X. Tudod, hogy nem tudod megvenni magadnak, de azért elmész, most ez főleg a fiúkra vonatkozik, mert nyilván a lányok nem szoktak ilyeneket csinálni, de azért elmész minden nap a T-Mobile bolt előtt, és már két napból, vagy mit tudom, egy héten két nap be is mész pötyögni a gép, a iPhone X-en valamit húzgálni, hogy jaj, de szép a kijelzője. És amikor húzgálod, hogy jaj, de szép a kijelzője, akkor ezzel mit generálsz magadban? Eteted a madarat. És akkor erre mi jön? Erre jön az, hogy oké, megértettem, Attila, hogyha én nekem nincsen pénzem az iPhone X-re, akkor én ne nézegessem a kijelzőjét, mert elmondom, mi történik azzal, veszteséget fogsz átélni. Minden alkalommal, amikor kijössz a boltból, veszteséget fogsz átélni, az erőd gyengül, amikor egyébként haza kellett volna menni tanulni, ennyi erővel mehettél volna haza, de mivel veszteséget éltél meg, ennyi erőd lesz hozzá, és azt mondod, jó, nem megyek be többet a boltba. És mész hazafelé, és azon gondolkodod, hogy áj, de jó, akkor iPhone X-nek a kijelzője. Milyen színei is vannak, hány millió szín, és hogy jeleníti meg a dolgokat. És nyilván, amikor befejezed a gondolatot, megint veszteségélményt fogsz átélni, mert nincs iPhone X-ed. Akkor mit fogsz csinálni? Vagy sőt, előbb a barátoddal beszélgetsz a kijelzőjéről, mert ugye most voltak a tettek, hogy bemész a boltba, megtiltod magadnak a tettet. Aztán utána mész hazafelé a barátoddal, megtiltod magadnak azt, hogy beszélgessetek az iPhone X kijelzőjéről, ha nyilván az a szándékod, hogy megvedd, mert úgy is tudod, hogy nem tudod megvenni. És utána pedig már marad az, hogy akkor magadban gondolkozol csak rajta. De minden egyes ostoba gondolat, minden egyes haszontalan gondolat, amikor így eljátszunk a gondolattal, az nektek veszteség élményt fog hozni minimum, de nyilván hozhat rossz szokásokat is, bármi rossz szokást. Nyilván, ha megteszed, amit mond neked a gondolat. Nekem most a gondolat arra akart ösztönözni, hogy megint kerüljek be a kórházba, mert azt akart, hogy többet ússzak. És tudom, hogyha megint eljátszom ezt egy héten többször, nyilván megint rosszul leszek. Mondjatok nemet. Nemet. Sarkos nemet. Bizonyos gondolatokra sarkos nemet. Nem játszunk a gondolatokkal. Hallottátok már, nem, hogy egy ideig mi játszunk a gondolattal, és egy idő után a gondolat játszik veled. Vannak gondolatok, amivel nem játszunk. Meg kell tiltani magunknak bizonyos gondolatokat. Na hát, úgy látszik, hogy nagyon sok kérdést írtam föl, de már most elment az egy óránk. De még legalább egy-két kérdésre válaszoljunk már. Hogy szerintetek... Mondjatok már, hogy nektek miben kellene nemet mondani a gondolatok. Milyen gondolatokra kéne nemet mondani, ha idáig nem mondtatok? Kati, te azt mondod, nem szoktál nemet mondani a gondolatokra.
Igen. Ez most nagyon érdekes, mert ahogy mondtad, pont eszembe jutott egy olyan dolog, ami szerintem abszolút tipikusan nőies gondolat, hogy hogyha én feszült vagyok, nagyon sokszor úgy szoktam megnyugtatni magam, hogy elmegyek és veszek valamit. Ne nagy dolgokra gondoljatok, és ez most végtelen őszinte is, de mit tudom, én veszek egy csokit, vagy bármit. És azt hiszem, hogy utána megnyugszok, de egy idő után rájövök, hogy egyébként nagyon nem, mert nyilván megvan az a birtoklás, de valahogy mégsem nyugtatnak meg a tárgyak. Szóval nekem, amikor olyan helyzet van, ezekre a vásárlási dolgokra kéne nemet mondani. Uh-huh. És akkor te vagy most 20 mennyi? Erre mindjárt is számolom. 24? Nem, dehogy is, mennyi vagy te most? Annyi? Jól mondtam? 23. 23. Na most, hogyha 23 évesen már az a rutin, hogyha ideges vagyok, akkor vásárolni megyek, akkor mit gondolsz, hogyha ezt a rutint megtartod, akkor mi lesz veled 50 éves korodban? Nem lesz pénzem. Ezt úgy hívják, hogy hitelcsapda. Tehát azok az emberek, akik ehhez hozzászokatják magukat így, az egy idő múlva olyan dolgokat fognak majd vásárolni, ami egyre nagyobb és egyre izgalmasabb. Most csokit vesz. Abban feniletilamin van, ami a szerelemnek az egyik fontos eleme. A nők azért szeretnek csokoládét venni, mert a szerelem, amikor dúl bennünk, akkor négyféle ingerület átvívő anyag jelenik meg. A szerotonin, a dopamin, az endorfin és a feniletilamin. Ezekkel az első hárommal nem sok baj van, feniletilamint kívülről kell bevinni, és az a csokiban van. Nem jó. Semmiképpen. Tehát ez egy rossz út, az útnak az eleje. És még egyszer mondom, a szokások, amikor ezek az agyi mintázatok kialakulnak, akkor utána sokkal nagyobbat akarunk majd, sokkal többet, ez olyan, mint a drog. De nagyon jó, hogy ezt elmondtad, Kati. Nyilván meg kell keresni. Soha nem maradhat űr, tehát ez nem úgy működik, hogy akkor nem veszek csokit, és akkor nem oldom meg a problémámat, meg kell oldani ezt a problémát, és igenis kezelni kell ezt a problémát, de nyilván nem csokoládéval. No, szuper, köszönöm, hogy elmondtad. Mi az, ami még van? Mire kellene a nemet mondanatok szerintetek? Mondjatok már. Több, igen? Nekem van egy barátom, aki nem tud nemet mondani, de valaki szívességet kért tőle. Aha. Is ismered. És sajnos vannak olyan emberek, akik ezt szerintem ki is használják nála, uh-huh. hogy mert tudják, hogy nem tud nemet mondani, hogy a költöztetésben vagy bármiben segíteni kell, és megkéred, hogyha aznap mondjuk egész nap dolgozik, és még este mondjuk tanulnia is kell, vagy bármit csinálnia, akkor is még bevállalja azt. Aha. Nem tud nemet mondani. Aha, köszönöm. Tehát akkor ezt is modellezzük már le, jó? Tehát, hogy nevezzük őt mondjuk Daninak, jó? Tehát nevezzük őt Daninak, és akkor, hogyha Daninak nevezzük, és akkor jön hozzá a Jani, és a Jani mondja Daninak, hogy gyere már el segíteni. Akkor mi van Daninak a fejében? A madár mit csicsereg neki? Azt csicsergi neki, hogy neked jó fejnek kell lenned, nem mondhatsz nemet. Mi van akkor, hogyha most nem kell részletezünk, hogy ez nyilvánvalóan önértékelési kérdés lehet, de akkor is a madarat hallgatjuk. Katinek a fejében a madár azt mondta, hogy neked ott egy csokit, vagy valamit azonnal venned kell. És nyilván nem a probléma beszél, és nem a Jani beszél, hanem a madár beszél közben. Beszél közben a madár. És mit kellene neki mondani, hogy én akkor is normális, egészséges, értékű ember vagyok, ha nem fogok most elmenni, hiszen nem tudok mindenkinek segíteni. És azt mondjuk, hogy nem. Köszönöm. Szuper. Mondjatok még. Igen? Nekem az jutott eszembe, hogy van egy ismerősöm, aki egy barátom, igen, nagyon jól ismerem, lehet, hogy ti is ismered. Mindegy, na. Nagyon szeret Facebookozni. Mármint, hogy nem úgy szeret Facebookozni, hogy ez így tudatos benne, uh-huh. De hogy amikor jönnek a teendők, meg minden, és akkor úgy jönnek az ötletek a fejében, meg minden, akkor úgy szeret úgy, hát csak úgy beírom, csak úgy, hogy kicsit megnyugtassam a gondolataimat, hogy kicsit ne kattogjak annyi minden feladatom, mert minden csak ott megnézem, hogy mi van ott, meg látom, hogy ott van a kis egyes, meg a telefonomon jön az ért. Ja, most elmondtam, hogy én vagyok.
Na szóval, mindegy most már. Szóval jön az értesítés. És akkor látom, hogy ott van is. És csak elkezdek görgetni. És csak egy óra után veszem észre magam, hogy még mindig azt nézem, és milyen érdekes, hogy ez is ott van, meg az is ott van. És akkor az nehéz, hogy akkor utána rosszul érzem magam, mert hogy tudom, hogy ez elvett egy csomó időt, és utána érzem az agyamon is, hogy információ túladagolásom van. Körülbelül. Igen, ez nagyon fontos egyébként, az információ túladagolás. És erre van egy tanulmány, köszönöm, hogy a Facebook és a hasonló üzenetek azért butítják az agyat, mert ezek a rövid üzenetekhez hozzászokatják a gondolatokat. És ezek a rövid üzenetek, ezek mind, és ráadásul felületes, semmit mondó üzenetek, hozzászokatja az agyat, hogy nem keresel mélységeket. De most, hogyha ezt félre is tesszük önmagában, csak az, hogy a te ismerősöd, akiről beszéltél, annak nyilván tudnia kellene azt, hogy közben beszél egy madár. Te vagy ott, és a telefon. Nem veled van baj, és nem a telefonnal, és nem a Facebookkal, hanem az a madár, aki azt mondja, hogy kíváncsi vagyok. Nézd a következőt. Mi van, ha nem tudod meg, mi van a következőn? Nézd meg, kíváncsi vagyok. És akkor kellene azt mondani, hogy püf. Nyilván helyre kellene tenni ezt a kérdést is. Nagyon jó, hogy ezt mondtad. Tehát akkor már elhangzott a csoki evés, elhangzott már mondjuk dű, elhangzott a jó felségkésztetés, elhangzott az internet. Mondjatok már még, amiknek nemet kellene mondani. Lehet, hogy nem veled kapcsolatos, hanem szintén valaki mással. De még lehetnek még ilyenek? Igen? Például, hogyha van egy feladat, vagy egy valami, amit én el szeretnék végezni, de mindig halogatom. Jön az a gondolat, hogy nem előbb ezt, és akkor majd ez ráér. Ez még ráér. És hát szerintem lehet, hogy többen megtapasztaltuk már ennek a hátrányait, hogy ha valamit tényleg az utolsó pillanatra hagyunk, és tényleg itt az elején kell elhesegetni azt a gondolatot, hogy halogassam, hanem tényleg akkor megcsináljam. Nagyon szuper. Majd nagyon fontosat mondtál. Köszönöm. Mondasz valamit? Hogy na majd akkor 6 órakor tanulok, és megláttam 6 óra 2 perc van. Na jó, akkor majd 6 óra 15-től tanulok. Megláttam megint, ha 6 óra 17 van. Na jó, akkor majd 30-tól tanulok, és akkor így, mindig így ilyen próbálok ilyen egész időpontokat így magam elé tenni. És ez így nem jó, hanem így mindig egyből el kell kezdeni, mert akkor így eltelt akár egy óra is, hogy na majd akkor 30-kor, na majd akkor 45-kor. Aha. De ez nagyon fontos, amiket most mondtatok. Erre kedvenc írónőm azt mondja, hogy amikor az ilyen jellegű gondolatoknak az első érintését érzed, tehát az első gondolatnál, ő így mondja, hogy küldj egy imát a mennybe, és állj határozottan ellent neki, de egy biztos, hogy ezt a mai tudomány is alátámasztja, hogyha az ilyen jellegű kísértéseknek legyen az bármi, mert itt most látunk csoki kísértést, dű kísértést, még nem beszéltünk a lényegesekről, a szerelem és a fiúk vagy a lányokról való fantáziálás. És még nagyon sok mindent lehetne mondani, de a lényeg az, hogy amikor az első gondolat megérkezik, abban a pillanatban kell nemet mondani. Bármi is legyen. Abban a pillanatban sokkal könnyebb, mert melyik könnyebb, hogyha nekem képzeljétek el, van egy ilyen selyemakász, gyönyörű szép fám, és olyan szép, hogy ősszel mindig ilyen hosszúkás izéket hoz, ilyen termést. És most először, tehát már megvan, nem tudom mióta az a fa, most először kinőtt körülbelül 800 kis selyemakác a fa alatt. Már lehet, hogy 800 nem, de több száz az biztos, ilyen kis selyemakácok. Egyébként nagyon drága ez a fa, gondoltam, hogy eladom, ha kell valakinek, szívesen hozok kis selyemakác izéket. Biztos legalább egy ezres egy ekkora, hogy nézegettem. És gondoltam, hogy hát majd kiszedegetem. És képzeljétek, van már akkora, amit egyszerűen nem lehet kiszedni. Tehát van olyan, ami már ekkorára megnőtt. Nyilván az egy pár évvel ezelőtt nőtt ki, akkor csak egy nőtt ki, és azt úgy hagytam. De ha ezeket mind ott hagyom, ezek mind pont ugyanekkorára meg fognak nőni, és azt már csak ásóval és mindenféle csákány, nem tudom micsodával lehet kiszedni.
De ez nem a fáról nő ki, hanem magról. Tehát nyilván azokat az adott magokat fogom mindet kiszedni, mert olyan fa is van, tudom, ami a gyökerétről nőnek ki újabbak. Ja, értem, tehát azt a fát is tönkre fogom tenni, így van, igaz, bocsánat. Tehát az a lényeg, hogy melyiket könnyebb kiszedni, most, amikor még ekkora kis sejem a kácocska, vagy amikor már gyökere teresztett. Nyilván most kell beavatkozni, és nem később. Tehát amikor a gondolatnak az első érintését érzed, akkor mondj nemet. Egy pillanat, csak ezt még hagyj fejezem be, annyiban, hogy mikor tudod ezt csinálni? Akkor tudod csinálni, hogyha erre kialakított egy rutint a fejedben. Tudod, mi a rutin? Fura lesz, hogy gondolkodom azon, hogy mind gondolkodom. Fura dolgokra derülne fény, ugye? Melinda? Most már elmondtam a rutint, igen. Azt akartam egyébként kérdezni, hogy ez függ-e személyiségtől, hogy az ember mennyire tud a gondolatával uralkodni, vagyis a gondolatain uralkodni, a gondolataival. Aha. De hogyha már van egy kulcsom, akkor talán a személyiség... Tehát én, na most elmondom, néha szoktam uralkodni a gondolataimon, viszont legtöbbször úgy érzem, hogy nem mindig tudok. És uh-huh. azért gondolom ezt, mert én ilyen vagyok, hogy így azonnal, de most azonnal, uh-huh. és hogy én nem tudok mindig gondolkodni, de hogy nem, szóval na. És közben kiszúrtad borokos szemét. Igen, értem. Igen, hát nyilván függ sok mindentől, tehát egy kolerikus személy sokkal határozottabban tud nekifutni a dolgoknak, mint mondjuk egy szangvinikus, nem mint a rád gondolnék. De nyilván teljesen más alapokon áll, azonban a jó hír az, hogy a rutin az rutin. Tehát, hogyha a rutin, ha ez a szokás kialakul, akkor az a szokás az rutinnál tud, nagyon egyszerű rutinnál tud válni. Én is nagyon sokat küzdök ezzel. Tehát folyamatosan mindenféle ostoba gondolatok jönnek, mennek, és azokat a gondolatokat, amikor egyszer elcsípem, tehát nyilván van sokféle gondolat, de amikor egy gondolatot elcsípek, és tudom, hogy ez újra fog jönni, és akkor azt mondom neki, hogy nem. Nyilván a nem, az nem csak annyi, hogy nem, és ott az űr, hanem valami helyette igen. Mert a űrben nem lehet, vákum nem lehet a fejünkben. Kitettem a gondolatot, úgy beszívja újra ugyanazt a gondolatot, vagy annál rosszabbakat. Azt mondom, hogy nem, helyette ez. És arra nézek, nem arra. De ha ez megy, és már sokat gyára megy, akkor azután a rutinná válik. Szokták mondani ezt a 21 napot. Tehát, hogyha azt tudjátok, mi ez a 21 nap? Tehát, ha valamit 21 napon keresztül csinálsz, akkor az utána szokásoddá válik. Próbáld ki egyébként. Tehát próbáld ki, hogy például 6 órára beidőzíted a tanulást, de hogy ez minden 21 napon keresztül 6 órakor elkezdesz tanulni, akkor az biztos, hogy utána természetes módon 6 órakor fogsz tanulni. Hát igen, ez gáz. 6 órakor ne tanuljatok. No, ez nyilván most ez fura példa volt, mert most ez hangzott el legutoljára, de nyilván, amit kialakítunk rutint, az utána is fog menni. Ja, két kérdést tettem föl. A dolog akkor úgy tűnik működik. Föltettem, egy rengeteg ilyen kérdésem lett volna, amit még ma megbeszélhettünk volna, de majd akkor máskor is csinálunk ilyet. Nem baj? Nem baj, hogyha így csináljuk? Mert nyilván én mindig tolom itt a izét, sok beszédet, de felmerült az, hogy mi lenne, hogyha többet beszélgetnénk, úgyhogy majd csinálunk ilyeneket is, hogy ilyen sok beszélgetős dolgot, jó? Majd kinek van kedve ilyenhez? Jó, úgy nagy részt, oké. Okay. Jó, no, hát én akkor köszönöm a figyelmeteket, és szerintem röviden imádkozzunk. Nem, nyugodtan maradjatok úgy, én itt állok, és akkor imádkozunk. Drága Uram, nagyon szépen köszönjük neked azt, hogy te egy olyan Isten vagy, aki megtanítottad nekünk azt, hogy mit jelent a fegyelem, és azt is megtanítottad, hogy vannak dolgok, ami, hogyha befészkeli magát a fejünkbe, aztán retteneteket tud magával hozni. Sokszor nem tudjuk, hogy egy-egy gondolat, amikor még kicsi, ami még veszélytelen, az nagy korában, amikor már fává nő, vajon milyen retteneteket tud hozni, amikor már nem tudjuk uralni magunkat, hanem amikor már a gondolat ural bennünket. Kérlek, segíts, hogy bölcsek lehessünk, hogy a gondolatokat tudjuk elcsípni már egészen pici korukban, és úgy elcsípni, hogy nem fogunk diskurálni velük, hanem egyszerűen odasózunk és elfordulunk tőlük. Segíts megtanulni, te taníts meg minket arra, hogy hova forduljunk, és én, ahogy
te látod, én hozzád szoktam fordulni ilyenkor. Segíts, hogy mindenki megtalálja a megfelelő utat, és segíts, hogy mivel te vagy a legszebb és legjobb út a világon, segíts itt mindannyiunknak, hogy amikor jön a gondolat, akkor hozzád forduljunk, és te beléd kapaszkodjunk. Köszönjük neked azt, hogy te bölcsé teszel bennünket, és erőssé. És köszönöm neked azt, hogy kialakítasz bennünk új szokásokat, új rutinokat, és megvédesz ezáltal sok mindentől. Köszönjük, hogy meghallgatsz most minket, és köszönjük, hogy beszélgethettünk. Köszönjük, hogy te is itt voltál. Amen. No, akkor énekeljünk. Nem kell? Jó. Én? Olyan, jobban jártok, ha nem.